Szövött goblen, patchwork, batikolt kép és hímzés. A textilművészeket is megihlette a több mint 1700 éve az ókori Szaváriában született Márton élettörténete. Ezen az oltárterítőn a szent születését, ezen a miseruhán pedig a remeteként élő szerzetest örökítette meg Varga Bernadett. Én a francia kárpit szövős technikát használom. Tulajdonképpen ezeket a darabokat megszőttem, és ráapplikáltam a textilekre. Hiteles ábrázolás Mártonról nem maradt fenn. Életét azonban kortársa Sulpicius Severus leírásából ismerjük. Ebből ismerítettek a művészek. Az ő üzenete igazán a szeretet, és szerintem a mai kor emberének nem csak az a feladatom nekem, mint művész, hogy eljutassam az üzenetét, vagy közvetítsem a szobraimon által, hanem felhívjam a figyelmét a mai kor emberének arra is, hogy ezt gyakorolják is. Szombathelyen adatbázisban gyűjtik az európai Szent Márton ábrázolásokat. Így bukkantak arra a csaknem teljesen tönkrement oltárképre, amely egykor a moldvai Forrófalva katolikus fatemplomát díszítette. A kép így, ahogy van, a libával, az amieni jelenettel és a zöld fával, amit szintén Szent Mártonnak egy viszonylag ritkán használt attribútuma, kétségtelenül a kezét áldásra emelő püspököt ábrázolja. A feltehetően 18. századi festményt a szombathelyi Marosfalvi Antal restaurálta. A megújult kép, amelyet Székely János megyéspüspök áldott meg, Márton napra visszakerül eredeti helyére a katolikus csángók templomába.